Önök Balatonbogler város életét bemutató műsorunknak, a Bogler magazinnak augusztus végi számát látják. Köszöntöm nézőinket! Régebben a Szüreti Fesztivál után már nem nagyon voltak események, idén azonban nem így történt, hiszen mindjárt a következő szombaton rendezték meg a hagyományos halászléfőző versenyt. Tavaly a viharos idő miatt került a nyári szezon végére a hagyományos bogleri halászlifőző verseny. De ez annyira jó időpontnak bizonyult, hogy idén már eredetileg is augusztus utolsó előtti szombatjára tervezték a halléfőzők versengését. Ráadásul a baljós előjelek ellenére az időjárás is megkönnyörült a közös pikniken, amin végül 8 csapat próbálta bizonyítani, hogy ők a legjobbak ennek a hagyományos magyar ételnek az elkészítésében. Meséld el nekünk, milyen halászlé ez? Milyen? Harcsáné módra készült halászlé. Tehát harcsa? Nem, ez volt. De harcsáné módra. A délután 2-kor kezdődő főzőcskéhez a szervezők az alapanyagot, még a nevezők a kondért, a tudást és a jó kedvet adták, és ennek, valamint a boglári boroknak köszönhetően, mire az ételek elkészültek, addigra igazi baráti hangulat alakult ki a csapatok között. Hagymát egyáltalán nem teszem, mert a hagyma, tudod, az nem lesz halászlé, attól nem halászlé, tudod. A hagyma az végül is pörkölt alá való. A halászlének a harhús adja meg az aromáját és az ízét, de a pontyot szeretem, mert szerintem ő a legjobb fődominás, tudod. Nem a kárász keszeg, az csak egy kicsi ízt ad neki, de a ponty az teszi sűrű és ütős, és mindig kézi paradicsom darálóval szoktam ledarálni, mert szerintem sokkal jobb, mint a turmixolva, mert turmixolva krémesek, úgy meg akkor szemcsésebb és ízesebb. A zsűri pedig, mint általában mindig, ezúttal is nehéz helyzetben volt, hiszen 8 igazán jól sikerült halászlé közül eldönteni, hogy melyik volt a legjobb, nem egyszerű feladat. Először is nagy köszönet minden csapatnak, akik eljöttek, és végül is azért jó időben és szép időben el tudtuk tölteni ezt a szép délutánt. Nagyon köszönöm a zsűri tagoknak, hogy vállalták a feladatot, hogy idén megkóstolták ezt a 11 halászlét, és egy feladatuk volt, hogy a 3 legjobbat válasszák ki, az elsőt, a másodikat és a harmadikat, és természetesen mindenkit fogunk díjazni, hiszen örülünk, hogy itt volt mindenki. A zsűri elnöke, szakmai elnöke Visata Péter mesterszakács volt, aki a NEKÁ-nak a főszakácsa is egyben. Nem volt egyszerű ez a halászléfőző verseny, ugyanis mindegyik halászlé nagyon finom volt, és ebből nagyon nehéz kiválasztani a 3 legjobbat, illetve az elsőt, másodikat és a harmadik helyzetet. Voltak olyan kezdeményezések, ami már nem halászlé volt, hanem egy kicsit más, viszont a hallal kapcsolatos dolog. Ezt én mindig nagyon jó szívvel fogadom ezeket a dolgokat, mert egy halból nem csak halászlevet lehet főzni, hanem nagyon sok egyéb más ételt is lehet belőle kreálni. Úgyhogy ezt szerintem mindig is meg kell próbálni, és mindig is jobbá kell tenni ezzel az ételeket. És idén 2018-ban Balatonbogláron a halászléfőző versenyen az első díjat a Bugaszegi Horgásztó Balatonbéc csapata viheti haza. Gratulálunk nekik, és köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. Örömmel jelentem, hogy Balatonbogler városnak immár van lengyel testvérvárosa, amit úgy hívnak, hogy Gródek nad Dunajcem. A szerződést, megállapodást augusztus 31-én, a lengyel emlékezet napján írták alá. Amiért viszont ma itt vagyunk, az egy nagyon fontos esemény és kiegészítője annak, hogy végre Balatonbogláron is lesz, illetve nem talán már mondhatom, hogy van lengyel testvérváros, egy régi adósságunk ez, amit most örömmel kipipáltunk.
válhatunk, és nem csak a tulipánok, hanem remélhetőleg ez egy nagyon hosszú és gyümölcsöző kapcsolata lesz a két településnek. Rodeknak, Dunajcem és Balatonfalvának. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki erre a kis ünnepségre eljött hozzánk, és legelőször is vendégeinket, József Tóbiász polgármesterről. Civil szervezetek közötti kapcsolatok erősítésének támogatása.
közös fellépés a fiatalokban, mint az illetékességi körbe található más területek közötti célcsoportok cserelátogatás szervezésének. Közös fellépés a foglalkoztatás kérdéskörében, mint a munkanélküliség megszüntetésének érdekében, tapasztalatok cseréje, közös fellépés a megújuló energia természetes körülben, a birtokolt területek esztétikája, a kinézetének megfigyelése, információcsere és régiók használása, elektronikus információk megjelentésére. Második cikke. A szerződőfelek folyamatosan cserélik azon információikat, amelyek nélkülözhetetlenek a jelen megállapodás megvalósítása érdekében, bármelyik fél részéről felmerülő adminisztratív jog és egyéb problémák esetének felek, ezek gondolatoknak rendelkezésre álló együttműködés alapján megoldani. Harmadik cikke. Ezen megállapodás nem fogja sérteni az országok és hatalmi szervek szuverenitását, sem pedig az adott országban kötelező jogi normákat. Negyedik cikke. A jelen megállapodás megvalósulásának érdekében a felek végrehajtási tervet készítenek, amelyet tartalmazni fogja az adott évre közösen megállapodó feladatot. A végrehajtási terv elkészítésének határideje az adott évet megelőző esztendő decemberének vége. Ötödik cikke. A megállapodásban foglalt együttműködés megvalósításának, valamint a tervek elkészítésének érdekében a felek évente legalább egy alkalommal megbeszélésre jönnek össze. Hatodik cikke, megállapodás két-két példányban magyar és lengyel nyelven készült teljesen megegyező tartalmú. Felek részére egy-egy magyar és lengyel nyelven példán biztosítunk, amelyek azonos jövőben rendelkeznek, és végül a hetedik és utolsó cikke jelen megállapodás a mindkét fél részéről történő aláírás követően életre. Megállapodás határozatlan időre kötődik, a megállapodás elmondása bármilyen részére megtörténik, illetve kiegészített mindkét fél által aláírt mellékletekkel. És már csak az aláírás van vissza. Ezt kérem, és kérem, hogy foglaljuk be ezt az a polgármester urat kérem. Lengyel nyelvű példában azon a dossziékban és a magyar Tisztelt konzul úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt magyar kormány képviselő úr. Cieszę bardzo, że doszło do podpisania dzisiaj tej umowy między współpracą między gminą Budakantonalcem a gminą Bográ. Nagyon örülök, ha sikeresen aláírhattuk Budakantonalcem és Balatonboglár települések közötti együttműködési megállapodást, partneri kapcsolatot. Serdecznie dziękuję panu konsulowi, że przyczynił się do podpisania, znalezienia kontaktu i podpisania dzisiejszej podpisania umowy. Nagyon szépen köszönöm konzul úrnak, hogy aktívan játszott szerepet abban, hogy ma aláírhattuk ezt az együttműködési megállapodást. Jestem is bardzo ważną osobą, która te kontakt nam potrzeba, pani Małgorzata Enders, która dla nas pomaga w porozumieniu się w języku węgierskim. Małgorzata asszony nagyon fontos szerepet tölt be ebben a kapcsolatban, elsősorban azért, hogy megértsük egymást, magyarok és lengyelek. Treszt tej umowy podpisanej przytoczył burmistrz
Ja już nie będę w tym polsku jej tłumaczył. Natomiast myślę, że jest to przede wszystkim zużyć współpracy. Zacznijmy pewnie od szkół, co jest najważniejsze. Én most nem fogom lengyelül is felolvasni azt, amit polgármester úr magyarul felolvasott, de mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy nagyon fontos ez az együttműködés, és több mint valószínű, hogy az iskolákkal való kapcsolatot fogjuk elsősorban erősíteni. Tehát kultúrnak nájszínűleg egy barátunk Boglár. Épp úgy Nagy Dunajcemben, mint ahogy Balaton-Bogláron, vannak zeneiskolák, vagy van zeneiskola. Dlatego myślę, że można by tutaj również tą współpracę nawiązać przez właśnie wzajemne koncerty wspólne, bądź też jakieś inne. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat, akár közös koncertek vonatkozásában, vagy esetleg más kapcsolatok vonatkozásában mindenképpen figyelemre méltó lehet. Na zakończenie chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców miasteczka Balaton-Bogláron, no i pana burmistrza życzyć udanej współpracy w dalszym ciągu. Végezetül szeretném Balaton-Boglár valamennyi lakósát sok szeretettel üdvözölni polgármester urat, bízva abban, hogy ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen! Tisztelt Fonzi úr, polgármester urak, elnök úr, tisztelt képviselők, elkületi tagok, akik megjelentek itt Balaton-Bográra. Tiszteltel köszöntök mindenkit, magyar kormány, Solymegyei megyei kormányhivatal és a magunk nevében is. Polgármesterről kérdeztem az előtt, hogy hány magyar-lengyel testvértelepülési kapcsolatot tud Somogy megyéből, hát sajnos nem sokat tudom mondani, tehát Balaton-Bográr sok mindenben, úgy tudom, hogy akkor ebben is élen jár, nagyon kevés kapcsolatok közül az egyik, a mai napon a Balaton-Bográr és főleg a Dunajcáni lesz. Ezzel talán reméljük, hogy példát mutatunk Somogy a többi településeknek is. Hogy miért Balaton-Bográr mutatja ebbe a példát, azt a jelenlévők nálam a helyiek sokkal jobban tudják, hiszen Magyarország és Lengyelország több évszázados jó kapcsolata egy olyan történelmi pillanatban érte Balaton-Bográr, az akkori balatonbográriakat, amikor emberek millióig pusztultak el egy világháborúban, és talán példátlan módon két politikailag és katonailag másik oldalon álló ország még nem nyújtott egymásnak olyan segítséget soha, mint akkor Magyarország Lengyelországnak, a magyar emberek a lengyeleknek. Több mint 100 000 lengyel menekült érkezett Magyarországra, Magyarországon keresztül mehettek a lengyel katonák, tehát egy ellenséges országon akkor ugye nem véletlen teleki akkori miniszterelnök úr emlékét a mai nap hol fogják eleveníteni az ő közreműködésével és természetesen Varga Béla plébános úr közreműködésével tudták azt akkor a balatonbográriak megmutatni, példaként állítva szerintem minden magyar ember elé, hogy hogyan kell segíteni a bajba jutott barátainkon, az akkori náci Németország által megtámadott Lengyelország polgárainak. Az, hogy a mai napon létrejön a testvértelepülési kapcsolat, ez azt hiszem azt bizonyítja, hogy a mai balatonbográriaknak nem kell szégyenkezni őt az akkoriak tettei előtt, hanem bebizonyították azt, hogy ők ugyanígy gondolkodnak, és szeretnék ezt a két ország közötti nagyon jó kapcsolatot továbbvinni, tartalommal megtölteni. A két ország mai kapcsolata is azt kell mondanom, hogy kormányzati szinten is harmonikus, mind a ketten a V4 országcsoport részeként abban hiszünk, hogy egy erős ország, egy erős állam az, amely ma ellen tud állni a kor kihívásainak, egy erős gazdaság és egy erős biztonságos ország, ez a célja mind a két országnak. Nem olyan régen külügyminiszteri szinten is találkoztak az ország képviselői, és ezeket az elveket rögzítették, amiben mind a két ország egyetért. Én szeretnék Rodaknek, Dunajcemi és Balaton-Bográrnak a mai születésnapjukhoz, hiszen talán ezzel újjászületik a két település is. Nagyon tartalmas és hasznos közös életet kívánni az elkövetkező időszakokban. Remélem, hogy minél többször üdvözölhetjük majd itt Honduront és azokon a rendezvények, amikor más somogyi települések írnak alá testvértelepülést.
közlekedési kapcsolatot lengyel partnerekkel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és tartalmas jó együttműködést kívánok mind a két település vezetőinek és lakóinak. Köszönöm a ha lehet kérni, még egy pillanatot, annyiból mi sem az anszakunk kell, fokas is, jelképesen, de abszolút csak jelképesen, most már Balatonboglár és Grübek is a lengyel-magyar testvéri családként tartozik. És ebben az... és a szemben a listje, rozpoczyna się słów Szanowni Państwo. Általában a hozzászólásokat úgy szoktuk kezdeni, hogy tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ale po podpisaniu takiej umowy można powiedzieć przyjaciele, drodzy przyjaciele. De egy ilyen együttműködési megállapodás aláírását követően nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy barátaim, kedves barátaim. Wprawdzie jesteśmy tu po raz trzeci, a tak jakbyśmy wiele razy u Was byli, a właściwie można powiedzieć jakbyśmy, no, czujemy się jak współgospodarze. Tulajdonképpen harmadszor vagyunk itt, de úgy érezzük, mintha már nagyon-nagyon sokszor itt lettünk volna, és kicsit úgy is érezzük, mintha egy kicsikét mi is gazdái lennénk ennek a területnek. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj widzieliśmy wcześniej i dzisiaj. Nagy élményekben lettünk gazdagabbak, részben annak vonatkozásában, amit láttunk, meg amit ma is láttunk. Gratulujemy Wam po prostu tego wielkiego, wielkiego dorobku. Bardzo. Gratulálunk és örülünk ennek a nagy fejlődésnek, amit tapasztalunk. Tak. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania proszę, abyście, drodzy przyjaciele, przyjęli od nas skromne upominki, przede wszystkim z naszej gminy, gminy Grudek nad Dunajcem. Kedves barátaim, az lenne a kérésem, hogy fogadjátok el szerény ajándékainkat a mi Grudeknál Dunajcem, illetve környezetéből. A na ręce pana konsula i przedstawiciela rządu, dobrze, nie mylę się. Tak. Chcemy również przekazać upominki ze starostwa powiatowego u nas i z miasta Nowego Sącza. To jest najbliższe nasze miasto. És konsul úrnak és kormánymegbízott úrnak pedig járásunk, illetve Nowy Sącznak a szerény ajándékát szeretnék átadni. Kochani, wy uprawiacie winogrona i robicie fantastyczne wino, a my uprawiamy fasole. W grudku. Kedves barátaim, ti szőlőt műveltek és kiváló borokat készítetek. Mi babföldeket művelünk és nagyon jó babot termelünk. Ta fasola jeszcze dwa dni temu rosła na tykach, a dzisiaj, na tykach, bo tak się mówi, a dzisiaj jest u was. Ez a bab még tulajdonképpen a növényem volt két nappal ezelőtt, ma pedig itt van örökné. To naturalnie, szymbolicznie, a jak przyjadą do nas następną wymianę, to możemy workami przekazać. Jak będzie smakować? Ez természetesen szimbolikus mennyiség, de ha ízlik, akkor legközelebb jöttök hozzánk, több zsákkal is tudunk küzdeni. Oczywiście z elementem patriotycznym, biało-czerwonym, no a haber, dlatego, że rośnie pod pięknymi chmurami, musi być klimat sprzyjający. És természetesen engedjétek meg, hogy nemzeti színekkel, nemzeti színű virágokkal együtt adjuk át, ugye a fehér és a piros, de van egy kék benne, mert ez a bab a csodálatosan szép kék ég alatt nő. Tak, proponuję, aby ją skonsumować, dlatego, że ona jest świeża i po prostu trzeba albo ją zasuszyć, albo od razu skonsumować. Tam są kiełbaski, więc można zrobić świetną bretonkę. Tulajdonképpen a papryczka węgierska. Tulajdonképpen az a javaslatom, hogy azonnal meg kell postolni, meg kell főzni, meg kell postolni, illetve meg kell szárítani, és amit szárítod lavat is. De hoztunk egy kis kolbászt, és hogyha ezzel együtt elkészítik, akkor úgynevezett breton módra kiváló étek lehetne, főleg, hogyha még jó kis magyar paprikát is tesznek hozzá. Kochani, jeszcze jedno, coś bardzo ważnego. Otóż
Jak Państwo wiecie, nasza ojczyzna obchodzi wyjątkowy jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Kedves barátaim, mint ahogy önök is tudják, Lengyelország ebben az esztendőben különleges ünnepet is ül, méghozzá függetlensége kihívásának 100. évfordulója. Pragnę wszystkim Państwu, tak jak tutaj jesteście, przekazać ziarna wyjątkowej fasoli. Mindenkinek, aki itt van, szeretnék egy szem bab magot adni, vagy egy szem babot adni, ez egy különleges ajándék. Tak. U nas na tą fasolkę mówi się fasolka orzełek. Nie wiem, czy Państwo się spotkaliście, czy pan konsul, czy... A, zaskoczyłem. Chyba nie. Zaskoczyłem, tak. Ezt a babot nálunk sasbabnak, vagy fehér sasbabnak hívják, tudva levő azt, hogy a lengyel címerben... Tu jest rzeczywiście orzełek i mówię zupełnie serio. W okresie, kiedy Polska była w niewoli, to za tą fasolkę można było dostać kulę w łeb, zasianie tej fasolki. W naszym regionie, na południu. És hogyha az ember megnézi, valóban ez a babnak a formája kicsit hasonlít a fehér sasra. Można és azt kell, hogy mondani, hogy abban az időben, a mi régiónkban, járásunkban, hogyha valaki ilyen babot tartott magánál, vagy egyáltalán termelt, akkor esetleg még kivégzésnek is elébe nézhetett. No to za chwileczkę podzielimy tam proszę. A testvérvárosi megállapodás aláírása után kétnyelvű magyar-lengyel misét tartottak a katolikus templomban, aminek a végén megkoszorúzták Varga Béla emléktábláját és Teleki Pál szobrát. Ezek után a vendégek a Lengyel-Magyar Barátság házához vonultak, ahol a délutáni program nyitányaként koszorút helyeztek el a lengyel emléktáblánál. Köszönjük szépen! Arra kérek mindenkit, hogy akkor fáradjunk be a nagy teremben. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szanowni Państwo, drodzy Polacy, witamy Was bardzo serdecznie. Nagy megtiszteltetés öröm, hogy a mai napon ilyen szép számmal összejöttünk, hogy emlékezzünk a második világháborúra, a lengyel menekültekre, a boglárcsikokra, Varga Bélára és mindazokra, akik az embertelen időszakban megőrizték emberségüket, és példát és utat mutattak az utókor számára. Én megkérem Balatonboglár város polgármesterét, Mészáros Miklós urat, hogy legyen szíves a város nevében köszöntse a megjelenteket. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Balatonboglár város nevében. 2018. augusztus 31 és remélhetőleg minden évben ezen a napon fogjuk ünnepelni a lengyel emlékezet napját Balatonbogláron. Ez a mai nap nekünk egyébként még különleges, még talán különlegesebb, hiszen ezen a napon 14 órakor írtuk alá a Rodek-Natunajcem településsel a testvérvárosi kapcsolatot jelképező dokumentumot, tehát még egy ilyen meglepetés is volt. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a szép napon velünk együtt ünnepelni és emlékezni. Különösen köszöntöm Excellenciás Nagykövet urat, Erzsi Snopeket és Márta asszonyt, hogy eljöttek. Rónainé dr. Szaba Éva, nemzetiségi szószóló itt van velünk, köszönöm, hogy eljött. Rácz Robert, polgármester úr, bocs. Polgármestere, úgyva levőleg Varga Béla szülőház, illetve szülőhelye. És mindenkit köszöntök, de majd még ki fog egészíteni János, hogy kik vannak itt, de külön még nagyon köszönöm, hogy eljött miniszter úr, Jeszenszky Géza, doktor úr, professzor úr. Volt egy különleges osztálytalálkozó a világban,
sajnos ma már erre is csak emlékezünk. Ez egy olyan különleges osztálytalálkozó, nyilván szimbolikus, amikor a diákok, az öreg diákok mindig egy másik országba mentek osztálytalálkozóra. Hát ez volt a Boglárcsikok története. Tudnék, hogy mindig Lengyelországból minden évben ilyenkor ősz elején, nyár végén itt jöttek össze egy osztálytalálkozóra, egy szimbolikus osztálytalálkozóra. És lehet, hogy ilyen a világon soha nem volt, és talán nem is lesz. Ez is a mai napról szól. Úgyhogy sajnálom, hogy ma már nem tudott egy sem eljönni, kevesen élnek, még egy unok azért még itt van. És hát reméljük, hogy Isten tartsa őket még sokáig életben, akik még megvannak közülük. A bátorságról beszéltünk egy miniszterelnök úrral, valóban nagyon bátor, sok bátorság kellett azért azoknak a politikusoknak a döntéseihez, akik ebben a történetben szerepet játszottak. Ugye nem csak Varga Béla, Teleki Pál miniszterelnök úr, illetve azért a bogláriak is bátrak voltak, és ha már a bogláriak bátorságáról van szó, akkor mondhatom azt is, hogy kétszer is voltak bátrak, hiszen nem csak akkor, amikor a menekülteket fogadták be a bogláriak az 1940-es évek elején, hanem amikor a Teleki szobrot is befogadták 2004-ben, mert azt is ugye egyszer kidobták Budapestről, és ez is itt lelt menedéket Bogláron. Erről is emlékezünk a mai nap, és még nagyon sok mindenről, úgyhogy nyilván föltorulnak majd hamarosan mindenkiben az emlékek, úgyhogy ennek lesz itt most a helye és színhelye. Köszönöm szépen a lehetőséget, és jöjjenek össze minden évben itt Bogláron. Az első előadónk professzor dr. Horváth János ígérte, hogy érkezik, de ha megengedik, hagyj kérjem én azt, hogy bocsássuk meg ő neki, 97 éves, tegnap este telefonált, hogy hát sajnos mégse érzi magát annyira jó, hogy erre az útra vállalkozzon. Viszont írt egy levelet, amit ha megengedik, akkor én ezt felolvasnám, és megkérném az egri lengyel önkormányzat elnökasszonyát, Florianska Jadvigát, hogy legyen olyan kedves lengyelül is elmondani professzor Horváth János levelét. Tisztelt jelenlévők, emlékező barátaim! Szanowni państwo, szanowni przyjaciele! Varga Béla neve beleidódott a történelemnek azon fejezetébe, amelyek eseményei mélyülő és szélesedő szakadékokkal emlékeztetések számunkra. Nazwisko Béla Vargi pisało się w te rozdziały historii, które wydarzenia pozostają w naszej pamięci do dnia dzisiejszego. A két nemzetnek, Lengyelország és Magyarország sorsának azonossága annyira hasonlatos, hogy azokat szívünkben, lelkünkben újból és újból megéljük. Losy dwóch narodów, dwóch krajów, Polski i Węgier, są tak podobne, że w sercach, w duszy przeżywamy je znowu i znowu. Amikor a szomszéd birodalmak Hitler nyugatról és Sztálin keletről Lengyelországnak még a létezését is folytogatta és megölték az ártatlan emberek millióit, akkor az egész magyar nemzet a menekülők befogadását akarta. Kiedy dwie sąsiedzkie potęgi z zachodu Hitler, ze wschodu Stalin chcieli Polskę zdławić i zabili miliony niewinnych ludzi, wtedy cały węgierski naród chciał przyjąć uchodźców polskich. Így tevénykedett Magyarország kormánya is Teleki Pál miniszterelnök irányításával, és mi magunk függetlenségének veszélyeztetése tudatában is így jutottak el sok ezren nyugatra,
hogy csatlakozhassanak a patrióta hadosztályokhoz. Wola narodu węgierskiego znalazła odbicie w decyzji rządu węgierskiego z palem Teleki na czele i w świadomości, że w ten sposób, że ta decyzja doprowadzi ewentualnie do niebezpieczeństwa Węgier, mimo tego Węgrzy przyjęli uchodźców polskich i dzięki czemu wielu z nich, wiele tysięcy przedostało się z czasem na zachód, aby przyłączyć do patriotycznych oddziałów na zachodzie. Varga Béla országgyűlési képviselő, Balatonboglár plébánosa az az igazi ember, akinek akkori tevékenységét meghatottan emlegető személyekkel még a közelmúltban is találkoztam szerte a földkerekségen. Béla Varga, poseł w węgierskim parlamencie, proboszcz Balatonbogláru, to człowiek, w dosłownym znaczeniu tego słowa, którego działalność ze wzruszeniem wspominają ludzie jeszcze do dnia dzisiejszego, ludzie, z którymi spotykam się na całym świecie. Ők maguk, vagy szüleik a Boglári Lengyel Liceumban tanulhattak, amely az egyetlen iskola volt az akkori világban, számba véve a leigázott Lengyelországot is, ahol szabadon oktattak saját anyanyelvükön. Oni właśnie lub ich rodzice uczyli się w liceum polskim w Balatonboglár. Była to jedyna szkoła na całym świecie. Tutaj musimy wziąć pod uwagę również Polskę pod buciorem niemieckim, gdzie i właśnie tylko tutaj, że Polacy mogli się uczyć w swoim języku ojczystym. Én magam meghatottan küldöm köszöntésemet a Varga Béla és a Boglárcsikok emlékét ünneplő atyafisárnak. Ja sam ze wzruszeniem przesyłam pozdrowienia wszystkim, którzy świętują pamięć Béla Vargi. Lehettem ő neki munkatársa, országgyűlési képviselőként, bajtársa a függetlenségi harcokba, a leigázott magyar hazánk emigráns reprezentánsaként az évtizedek során. Jako poseł w parlamencie miałem szczęście być jego współpracownikiem razem, a potem razem reprezentowaliśmy na emigracji naszą ojczyznę przez dziesięciolecia. Hányszor dobogtatta meg szívemet, amikor találkozásaink alkalmával soha nem mulasztott emlékeztetni közös hagyatékunkra, sorsközösségünkre, a Győr-Moson-Sopron megyei Varga Bélának és a Fehér megyei Horváth Jánosnak adatott sorközösségre. Ileż to razy zabiło szybciej serce, kiedy przy okazji naszych spotkań nie omieszkał przypomnieć o naszej wspólnej spuściźnie, o wspólnym losie. Losie Vargi Béli z komitatu Győr Moson Sopron i Janosza Horváta z województwa z komitatu Fejér. Alázattal Úristenünknek, amiért szolgálatra méltatott, és a mi hálaadásunkat fogadja most. Z pokorą i chwałą dziękuję Panu Bogu, że przyjął nasze usługi w służbie ojczyzny.
Varga Béla, a Magyarország gyűlés elnöke, majd az emigrációs képviselet elnöke, főpapként templomának építő plébánosa. Varga Béla, przewodniczący węgierskiego parlamentu, potem przewodniczący przedstawicielstwa węgierskiego na emigracji, a jako ksiądz, proboszcz budowniczy naszego kościoła. Budapest 2018, augusztus 31, professzor dr. Horváth János, az országgyűlés volt korelnöke, utazó nagykövet. List napisany został 31 sierpnia 2018 roku. Podpis profesor dr. Horváth János, marszałek senior, dawny marszałek senior parlamentu węgierskiego, ambasador. Tisztelt polgármester úr, nagykövet úr, kedves János, hölgyeim és uraim! Először is mentegetőznem kell, én 3 napja indultam útnak, és különböző feladatok vártak, megbízatások, és a elkészített öltönyt, amit a ma esti délutánra szántam, otthon a lakásom előszobájában hagytam. Úgyhogy azért kicsit sportszerűen vagyok itt, de azt gondolom, hogy az ünnepségnek a hangulata az a fontos, és nem az, hogy én pont milyen öltözékben beszélek. Sokszor halljuk a magyarországi lengyeleket tisztelő, lengyeleket szerető emberek együtt a két ország himnuszát, és nem tudom, hogy hányszor gondolkodunk azon el, hogy mi, a mi magyar himnuszunk azért az egy szomorú, egy fohász, és a szomorúság szülte. A lengyelek himnusza tele van dinamizmussal, hát igen, mert akkor született, amikor a lengyel légiók azért harcoltak külföldön, Franciaországban, Olaszországban, hogy Lengyelországot helyreállítsák. És az volt ugye ráírva az zászlajukra, hogy ez a Vása Volnocs izanása, a ti szabadságotokért és a miekért. És hányszor kimondva, kimondatlanul, tudva, nem tudva, ennek a jelmondatnak a jegyében találkoztak a lengyelek és a magyarok, harcoltak egy oldalon a gonosz ellen egymás függetlenségét támogatva. Valóban ezt a hagyományt kell ápolnunk, ezt a hagyományt kell továbbadnunk utódainknak, és hát ez rajtunk és a jelenlevőkön is nagyban múlik. Én mindig történésznek készültem, és ebben nyilván nagy szerepe volt annak, hogy olyan történelem tanárom volt a Tóldi gimnáziumban, mint Antal József. Őtőle hallottam, és hallottuk az osztályban először Varga Béla nevét, aki persze nem volt benne a tananyagban, de nagyon hamar sok mindent megtudtunk róla, és persze arról, hogy mi tette őt igazán nevezetessé először, a lengyel ügy támogatása, többek között ez a Boglári lengyel liceum. Varga Béla egész különleges egyéniség volt, ő pap volt, hívő és Isten szolgája volt, ugyanakkor az egész nemzet szolgája volt, és ezt tette minden funkciójában. És különösen fontos az, amit ő tett a II. Világháborúban, hozzájárulva a Horthy Miklós, Teleki Pál, Kállai Miklós, tehát azoknak a magyar vezetőknek az intenciói szellemében, hogy mentse meg a magyar becsületet. Mert azért nem titkolhatjuk el az, hogy Lengyelország a II. Világháború áldozata volt, és deklarált győztese, és hősies nála, hősiesebb ellenállást a lengyeleknél többet Hitler legyőzésére senki sem tett. Magyarország pedig bonyolult okok miatt a náci Németország
szövetségese, csatlósa, az utolsó, a vonakodó csatlós, sok szó mondhatja, de az a tény, hogy Magyarország a II. Világháború előtt már kijelentette, megüzente Hitlernek, hogy erkölcsi okokból nincs abban a helyzetben, hogy egy fenyegető német-lengyel háborúban Németország oldalán álljon, és tulajdonképpen ezzel is döntötte, hogy Hitler, aki soha nem szerette a magyarokat, valójában azt lehet mondani, hogy ettől kezdve rendkívül erős ellenszenvet tanúsított Magyarország iránt. Még azt is tegyük hozzá, akkor, amikor sokat beszélünk Trianon felülvizsgálatáról, vagy a II. Világháborús területváltozásokról, hogy 1944. március 19-e Magyarország megszállása után pár nappal Románia vezetői, nemzetvezető Antonescu Hitlernél járva, ugyanabban a Kleszheimben, ahol Hortival a végzetes találkozó volt, Hitler megígérte Antonescunak, hogy a második bécsi döntés már érvénytelen. Megvárom a háború végét, és akkor visszakapja Románia Észak-Erdélyt. Úgyhogy ne feledjük el, hogy amikor egy diktátor számításból, akár két nép összeugrasztásának szándékából területváltozásokat ígérget, vagy akár végrehajt, a saját önző érdekeit szolgálja, és sem a haszonélvező, sem a vesztes nem örülhet ennek a lépésnek. De menjünk tovább, és Varga Béláról és az ő munkájáról van itt szó elsősorban. Varga Béla természetesen nem csak ezt a iskolát hozta létre, hanem a lengyel ellenállásnak rendkívül fontos összekötője volt. Én magam olvastam ennek az ellenállásnak az egyik neves személyét, Jan Novák néven ismert arcost, aki a könyvében is megírja azt, hogy Varga Béla hogyan segítette azokat a futárokat, akik a megszállt Lengyelországból végülis London vagy az emigráns kormány székhelyére igyekeztek. Hát nem kell mondanom, hogy ez legalább annyira főben járó bűn volt, valójában még inkább, mint a lengyel iskola. A németek persze ezt az iskolát is nagyon rossz néven vették, tehát ez ellen nehéz volt tenni ezt az akkor még szuverén Magyarország fent tudta tartani. Persze 44. március 19-e után ennek is vége lett, ahogy annyi bátor lengyel vezetőnek, köztük azoknak, akik a lengyelséget itt megszervezték, ezeket ugye letartóztatták, megkínozták, kivégezték, úgyhogy az ő emlékük is tárgya minden megemlékezésüknek. Henrik Szlávik és sok-sok más kiváló lengyel hazafi. Varga Béla is el kellett, hogy bújjon a német megszállás után, és akkor, mikor a szovjet csapatok kitakarították a nácikat, és hát félő volt, hogy itt most egy új rendszer, egy új diktatúra jön, de még ez nem volt eldöntve. Én mindig elmondom, és engedjék meg, hogy önöknek is elmondjam, hogy a közhittel ellentétben Jaltában nem adták el a nyugati hatalmak Közép-Európát. Jaltában a Szovjetunió megígérte azt, hogy szabad választások lesznek, úgymond felszabadított területeken, országokban nép maga dönti el, hogy milyen politikai rendszerben és milyen gazdasági rendszerben akar élni. Ez van benne a jaltai a felszabadított Európáról kiadott deklarációban. Ami azután később történt, a következő hetekben, hónapokban, az a Szovjetunió a megszálló hatalom felelőssége. Magyarországon, mint tudjuk, tartottak még szabad választásokat 45. novemberében, de ennek az eredménye a kommunisták megsemmisítő veresége, akiket persze a hatalom, pénz, minden segített már, a 16,9% a szégyen volt, és a kisgazdapárt, Varga Béla pártja, idősebb Antal József pártja, Tildy Zoltán pártja fölényes győzelmet aratott. Ez volt az a figyelmeztető Sztálin számára, hogy Lengyelországban szabad választásokat nem lehet tartani. Nem szabad tartani, úgyhogy az ottani 46-os választásokat jó indulattal is csak félszabadnak lehet nevezni. Ahogy ezt valamelyik könyvben olvastam, kitaláltak egy olyan választói
mechanizmust, egy képet, hogy bement a választó, szavazott Mikolajcsikra, az emigráns kormány volt elnökére, és a szavazat kijött bele Bierutra, a kommunista párt vezetőjére. Hát Lengyelországban így sikerült a kommunizmust több lépésben megteremteni. Magyarországon viszont a többséget megszerző kisgazdapárt Varga Bélát tette meg a nemzetgyűlés elnökévé. És ez a nemzetgyűlés néhány kivételtől eltekintve bátran küzdött azért, hogy Magyarország ne legyen szovjet gyarmat. Erről a korszakról is jobb lenne többet tudni, mert van egy ilyen közhit, hogy hát igen, 45 óta Magyarország egy kommunista uralom alatt álló ország volt. Ha ezt elhisszük, vagy ha ezt mondjuk, akkor megfeledkezünk Varga Béláról, és arról a sok emberről, aki nem csak a parlamentben, hanem az ország minden településén küzdött azért, hogy Magyarország szabad ország maradhasson. Igen sokan életükkel fizettek ezért, még a szerencsésebbek tudtak elmenekülni, többek között Varga Béla. Varga Béla az utolsók között volt, aki elmenekült, mert tudta, hogy ő egy jelkép is, a nemzetgyűlés elnöke. Ahogy Horváth János, tisztelt barátom, atyai barátom, olvastuk, hallottuk a szavait, mondottam nekem, már nincs itt, mit mondanom, mert minden lényeges dolgot elmondott, úgyhogy azért is beszélek annyi minden másról, de azért nem térve el a tárgyról. Tehát Horváth János említette a levelében is, hogy Varga Béla volt az magyar emigráció egyik köztiszteletben álló vezetője, a Magyar Nemzeti Bizottmány elnöke. Hát ez abból is fakadt, hogy nem ismertük el szívünkben belül sokan, én már gyerekként így nőttem föl, hogy Magyarországon 47-48 a kommunista hatalom átvétel után a rendszer nem volt legitim. Nem volt legitim, nem volt törvényes. Már a 47-es félszabad és csalást, kék cédulákat hozó választást követően sem volt még többsége a kommunistáknak, és hogy mégis itt egy totális rendszert tudtak létrehozni, az kizárólag a szovjet hatalomnak volt a műve. Emlékezni szoktunk Varga Béla mellett Kovács Bélára, a kisgazdapárt főtitkárára, akit a szovjetek elhurcoltak, mert a Magyar Nemzetgyűlés nem volt hajlandó őt kiadni, amikor azzal hamisan vádolták, hogy egy összeesküvés készít elő másival együtt a magyar demokrácia ellen, ami hát nevetség is volt, hogy az állam vezetői a saját rendszerük ellen összeesküvést készítenek elő. Tehát Varga Béla is emigrációba kényszerült. Én nekem az a szerencse, megtiszteltetés jutott sorsomul, hogy éppen a egykori osztályfőnököm, majd pedig hát családi házasságom révén feleségem nagybátyja, ifjabb Antal József tanácsára 1984-ben, amikor én vendégtanárként Egyesült Államokban voltam, fölkeresettem Varga Bélát a nővérek New York-i házában, ahol hát magányosan, nem magányosan érdekelt, mert rendszeresen keresték föl, akkor még Magyarországról kevesen, de az amerikai magyarok között nagy tekintélye megvolt. És ez hozta azt meg, hogy amikor megtörtént a csoda, amiben mindnyájan, vagy legalább nagyon sokan reménykedtünk, de azt hittünk, hogy ez majd gyerekeinknek, utódaiknak jut. Osztály részül, meg volt a rendszerváltozás. Véres háború nélkül, és Magyarország a szabad választása 90 áprilisában elsőként az egykori kommunista blokkból egy választott kormánnyal, egy legitim kormánnyal rendelkezett. Antal József miniszterelnök, akkor még jelölt, meghívta erre az országgyűlés alakuló ülésére Varga Bélát, aki természetesen törődött kora és egészség ellenére örömmel jött el. Lukács János, John Lukács, az ismert népszerű amerikai magyar történész hozta el, jött vele, meg Varga László, a KDNP később Magyarországon is képviselője. És ott az országgyűlés nyitóülésén ünnepélyesen, hogy úgy mondjam, átadta a legitimitást a most már valóban legitim Magyarországgyűlésnek.
Tehát ezzel jogilag is úgy mondhatnánk, hogy véget értő a szovjet megszállás által illegitim rendszerek, kormányok sora, és Magyarország újra egy szabad, demokrata ország lett. Még visszatért New Yorkban, majd rövid időn belül Magyarországra hazatért Varga Béla, és még pár évig, hála Istennek, élt, velünk volt, én is többször találkoztam vele, beszélgettem vele. Ő aggodalommal és reménnyel követte a magyar politika eseményeit, és egyébként érdemes megnézni is az országgyűlés naplójában, interneten is olvasható, Varga Bélának ez az a beszéde, amit itt 90. május 2-án mondott, máig is nagyon fontos aktuális üzeneteket tartalmaz arról, hogy nehéz feladat vár erre az országra, a nemzetre, és csak akkor tudjuk megvalósítani azokat a reményeket, amelyek eltöltötték akkor a nemzet minden polgárát, hogyha össze tudunk fogni, ha egységesek tudunk maradni, túl tudunk lépni meglévő politikai és vallási különbségeinkkel. Úgyhogy Varga Béla emlékét ezért is ápolni kell, ezért is ápoljuk, és ezért külön köszönetet mondok én is az egykori Antal kormány nevében, ha ezt tehetem, polgármester úrnak és elődeinek azért, hogy ezt a házat fenntartják, és ezt az emléket őrzik, és ezt az üzenetet tovább viszik az utódok számára. Én is nagyon örülök, hogy ilyen jelentős számú közönség előtt vagyunk, és nagyon sajnálom, hogy az én lengyel tudásom annyira megkopott az első lengyelországi autostoppos körútam óta, hogy én ezt a beszédet nem tudnám elmondani lengyelül, de bardzo mi miło spotkacseng, i dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Főleg ez a lengyel-magyar kapcsolat, ez egy kicsikét terra incognita, egy kicsikét fehér terület. Tudni kell azért csak annyit az 56-os lengyel segítségről, hogy mind a két ország szegény volt. Ugye a győztes Lengyelország ugyanazt kapta, mint a vesztes Magyarország. Egy táborba került, és hát ennek minden dolgát megszenvedte. De a lengyelek 1956-ban kétszer annyi támogatást küldtek Magyarországnak, a harcoló magyaroknak, és itt nem csak vért, gyógyszert, pénzt kell érteni, hanem építőanyagot, üveget, alumíniumhúzalt és nagyon-nagyon sok mindent, mint az egész világ, így az USA is együttvéve. Tehát ez egy olyan dolog, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen minden magyar emlékezetében meg kell, hogy maradjon. Ugye 1939-ben, ahogy már itt hallottuk, nagyon fontos dolog volt, hogy a lengyel diákok, akik Magyarországra érkeztek, a lengyel gyerekek, azok tanuljanak. És miért? Azért, mert ugye ezt tudjuk, én ezt följegyeztem magamnak, most nem tudom szó szerint idézni, Hlond bíboros úr, hercegprímás említette Varga Bélának is, és Teleki Pál miniszterelnök úrnak is, hogy kell a lengyel gyerekeket tanítani, hogyha vége lesz a háborúnak, akkor visszamennek Lengyelországba, és legyen, aki fölemeli a kalapácsot, legyen, aki kézbe veszi a rajz ceruzát, aki meg tudja tervezni újra a házakat, az országot, legyen, aki tud tanítani. És erre volt alkalmas, példának okáért, és elsősorban Európában talán egyedülileg, itt Balatonbogláron az iskola. Ez egy gimnázium és liceum volt, valóban Varga Bélának köszönhetően, és Teleki Pálnak köszönhetően, és még nagyon-nagyon sok magyar embernek köszönhetően, a magyar arisztokrácia legjobbjainak, a magyar katonai vezetés legjobbjainak, és polgári vezetés legjobbjainak is. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszott idős Antal József, aki nagyon gyakran volt Balatonbogláron. És ennek kapcsán, hogy Balatonbogláron volt ez a lengyel gimnázium és liceum, a
Balaton-Voglári önkormányzat élén polgármester úrral, és a lengyel nagykövet úgy döntött, hogy kellene egy lengyel szobát kialakítani a Fisli házban, a helytörténeti múzeumban, ahol ezt a történelmi dicsőséget tulajdonképpen bemutatják. És így is volt, hát hogyha János kérdezi, hogy hogy történt, úgy történt, hogy polgármester úr fölhívott telefonon, azt mondta, rájössz holnap, vagy holnap utána, persze, akkor légy szíves, gyere át. És akkor leültünk, és azt mondta, kellene csinálni egy múzeumot. Hát mondom, jó, be kellene rendezni egy múzeumot. Hát jó, és hát milyen anyag van? Hát az neked is, neked kéne összegyűjteni elsősorban, mert anyag sincs, de valamit létre kell hozni. És valóban akkor elkezdődött a gyűjtés, nem csak Magyarországon, hanem elmentünk Krakóba, polgármester úr vezetett kocsival, lefényképeztük az ott a levéltárban megtalálható rendkívül érdekes és értékes balatonboglári dokumentumokat, naplókat, és hát tulajdonképpen ezek kapcsán elkezdtük gyűjteni azokat az értékeket, amik még megtalálhatók elsősorban Lengyelországban. Megkerestük azokat, akik itt tanultak például Bogláron, akkor még egy páran éltek, akkor megkerestük azokat, akik leszármazottjaik azoknak, akik ide menekültek és itt tanultak Magyarországon, Balatonbogláron. Hát nagyon-nagyon sokan voltak, és nagyon örülök, hogy itt ketten is vannak, Lucina Latala asszony és a Gurgul házaspár, aki nagyon-nagyon sok anyagot adott számunkra itt, és nagyon értékes anyagokat adott számunkra, amit el tudtunk helyezni a Balatonboglári lengyel szobában, Izba Pamięci lengyel néven. Nagyon sokat kaptunk, és éppen Varga Béla plébános úr kapcsán nem sok értékes és nagyon szép anyagot kaptunk a helyi plébánia hivataltól, plébános úrtól is. Úgyhogy ezek mind-mind láthatók a Balatonboglári kiállításon. Amit még el kell mondani, talán annyit, hogy minden kétséget kizáróan ez az iskola, ez a gimnázium és líceum egy rendkívül fontos dolog volt az akkori menekültek között. Ahogy említettem, a diákokat idehozták és itt tanultak. Rendes gimnáziumi érettségit kaptak. Nos, akkor, amikor ugye Horthy Miklós kénytelen volt lemondani, és a nyilas uralom elkövetkezett, akkor kezdődött igazán a lengyelek üldözése, hát természetesen a tanárok, diákok üldözése is. És éppen így, és külön-külön tisztelettel köszöntöm Gurgul professzor úrnak, aki itt volt professzor, Gurgul professzor úrnak a fiát és fiának feleségét itt Keszthelyen, bocsánat, itt Balatonbogláron, de Keszthelyen is voltak, azért említettem, sőt, Reziben és a környéken is jártak, azért, mert akkor, amikor, hát ő a belső ellenállásnak is tagja volt, Gurgul professzor úr, és amikor a németek bejöttek, ők kiválóan tudtak, név szerint tudták, hogy ki mit csinált, és kit kell azonnal letartóztatni, letartóztatták, és Mauthausenbe vitték, és nagyon-nagyon sok emberrel együtt, ugyanazon a napon, délután ki is végezték a professzor urat. A gyermekét, fiát nem láthatta, csak egy fényképet őrzött meg, amit a felesége küldött Lengyelországból, hogy megszületett a fiat, és elküldöm a fényképét. Tehát ezek nagyon-nagyon megható dolgok, és ezek mind-mind előkerültek a múzeum létrehozásának kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon érdemes megnézni ezt a múzeumot. Érdemes elolvasni a magyar szöveget, aki lengyelül tud a lengyel szöveget elolvasni, mert ez egy olyan szelet a magyar történelemnek, amelyik szeletre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Nagyon büszkék lehetünk. Akárki, akármit mond, ez egy olyan gesztus volt Magyarország részéről, amelyik benne volt a magyar népben, benne volt a magyar kormányban, és íme ez történt, így történt,
és ez valóban egy nagyon nagy dolog. A másik, ugye ennek a megítélése 1900, sőt a fordulat éve után, ez egy teljesen más kérdés. Erről professzor úr beszélt, és én úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat el kell felejteni, vagy egyszerűen nem szabad elfelejteni, történész főleg nem felejtheti el, de azokat a véleményeket, amik tulajdonképpen arról szóltak, hogy a magyar arisztokrácia és a magyar burzsoázia adott segítséget a lengyel arisztokráciának és burzsoáziának, hát ez egy szemenszedett hazugság. Tehát ebbe természetesen nem lehet hinni, nem kell hinni, bár nem sokáig ezt ömtik az embernek a fejébe. Tehát mindig azt mondom, a gyökerekhez kell visszanyúlni, és annak alapján kell meghatározni bizonyos dolgokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Géza, megkérdélek, hogy ne menjél még el. És most szeretném megadni a szót a Boglárcsikok leszármazottjának, Lucina Latala asszonynak, és Géza, megkérnélek, hogy segítsél akkor, hogy magyar nyelven tolmácsold, amit a Lucinka nekünk mond. Szanowni Państwo, ilekroć przyjeżdżam do Balaton Boglar, ogarnia mnie wzruszenie. Pierwszy raz wzruszyłam się w 64 roku, kiedy przywiózł mnie tutaj ojciec. Dla niego była to podróż sentymentalna do miejsca, gdzie się przez całą wojnę uczył. Dla mnie było to spotkanie z jego życiorysem. W niedzielę poszliśmy do kościoła. Lucynko, ja przetłumaczę dobrze. To w 54, tak? W 64, igen. 1964-ben jártam először itt édesapámmal, és ez egy szentimentális utazás volt, mert ő eljött Balatonboglárra, ahol hosszú-hosszú éveket töltött, és mindjárt az első vasárnap elmentünk a templomba. Poszliśmy w niedzielę do kościoła przed mszą. Ojciec poszedł do zachrystii, przedstawił się księdzu, powiedział, że w czasie wojny uczył się tutaj. A mise előtt bement a sekrestjébe, és elmondta a prébános úrnak, hogy a II. Világháború alatt ő itt volt és itt tanult. Były to czasy, kiedy kościoły na Węgrzech świeciły pustkami i wtedy na tej mszy było może 12, może 14 osób, głównie starsze kobiety w chustkach i dwóch bardzo, bardzo starych mężczyzn. Igen, abban az időben Magyarországon, hát sajnos majdhogy nem üresek voltak a templomok, és itt a Szentmisén is talán 12-14 idősebb asszony volt, fejkendős asszony ült a padokban, és két nagyon-nagyon idős férfi. Gdy ksiądz przed rozpoczęciem mszy zapowiedział, że jest tu z nami Polak, który w czasie wojny uczył się w tutejszym liceum i przywiózł ze sobą córkę, cichym głosem te 12 czy 14 osób zaśpiewało Boże coś polskie po węgiersku. Akkor, amikor a plébános úr, tisztelendő úr bejelentette a híveknek, akik ott voltak, hogy itt van egy lengyel, aki a II. Világháború alatt itt tanult a liceumban, és elhozta magával a lányát, akkor a hívek elénekelték Istenki lengyel hont, Bozsecspolszka című templomi himnuszt. Tudni, ezt a magyarok tanulták az iskolában. Mój ojciec płakał, choć chłop stary już był. Nem. Ja oczywiście też. I później opowiedział mi, że w czasie wojny spotykał się z tym prawie, z tym węgierskim tekstem odśpiewanym w kościele prawie co niedzielę. Édesapám idős ember volt, de megkönnyezte, mint ahogy én is. És később elmesélte, hogy akkor, amikor ők itt voltak,
akkor majdnem minden vasárnap, vagy minden vasárnap felhangzott ez a templomi himnusz a magyarok ajkán. Byłam już w następnych latach kilkakrotnie w Balaton w ogóle, ale następne duże wzruszenie to było otwarcie Izby Pamięci w domu Fischla, gdzie Geza bardzo włączył się w organizowanie tej wystawy, a ja przywiozłam pamiątki Boglarczyków, w tym i mojej rodziny, pociągiem, ponieważ starsze osoby bały się powierzyć te drogocenne fotografie, czy książki, czy jakieś listy poczcie. Aztán többször voltam még Balatonbogláron. A következő nagyon megható találkozásom Balatonbogláron az akkor volt, amikor a Fischli házban a lengyel szoba megnyílt. Én vonattal jöttem, és hoztam egy csomó balatonboglári emléket, a háború alatti emléket. Tudnélik, kértek a múzeumhoz értékeket, de senki nem merte a postára bízni ennek a Balatonboglára történő szállítását, úgyhogy engem kértek meg többen, és én hoztam a vonaton egy csomagot. Następne duże wzruszenie to był moment, kiedy ta Izba Pamięci została otwierana przez ówczesnego ministra Martoni Janosza, Jana Stanisława Ciechanowskiego i pana burmistrza. I oglądaliśmy oczywiście całą wystawę, eksponaty i znajdujący się po środku w szklanej gablocie ornat księdza Beliwargi. Moim zdaniem najważniejszy tam eksponat. És hát ugye ez volt a második legnagyobb, legmeghatóbb találkozásom Balatonboglárral, akkor, amikor a lengyel szoba nyílt, és akkor, amikor az akkori külügyminiszter Martonyi János úr, és Csehanovszki miniszter úr, és polgármester úr együtt megnyitották ezt az emlékszobát. És talán a legcsodálatosabb, talán a legértékesebb, talán a legszebb tárgya ennek a szobának az a papi ornátus, amit annak idején Varga Béla kapott a lengyelektől. Szanowni Państwo, z Boglarczyków, którzy w czasie wojny mieszkali tutaj i uczyli się w polskim gimnazjum i liceum oraz w szkole naczelnej, pozostało przy życiu już niewielu. To naturalne ze względu na wiek. Co 2-3 miesiące dowiaduje się od znajomych o czyimś pogrzebie, o czyimś zgonie. Taka sytuacja też przedstawia się w tych, którzy żyją czy żyli poza granicami Polski po zakończeniu wojny. Zostało ich naprawdę kilkanaścioro w Polsce i nie wszyscy w takim zdrowiu, żeby jeszcze móc się kontaktować ze znajomymi, z przyjaciółmi. To samo właśnie wśród tych za granicą. Niestety ci ostatni świadkowie tej bezprecedensowej pomocy, jakiej zaznali tutaj dzieci i młodzież, a w ogóle wszyscy uchodźcy, odchodzą. Dlatego cieszę się, że jest ta Izba Pamięci i mam nadzieję, że włączą się w to szkoły i zarówno w Polsce, jak i tutaj Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech i że będziemy tą wiedzę tym młodym pokoleniom przekazywać. És hát ugye az idő múlásával sajnos egyre többen távoznak az egykori balatonboglári diákok közül, és ez talán természetes is. És nem csak Lengyelországban élnek, talán tizenvalahányan még, de a koruk már olyan, hogy nem engedi, hogy Balatonboglára hosszabb útra vállalkozzanak. De hát nem csak Lengyelországban élnek ezek az egykori balatonboglári diákok, hanem élnek más országokban is, Európa és Európán kívüli országokban is. De ami nagyon-nagyon fontos itt a múzeum kapcsán, hogy
ezt a történelmi tényt mindenképpen tovább kell adni. Tovább kell adni az iskolásoknak, tovább kell adni a magyar diákoknak, a magyar iskolásoknak és a lengyel iskolásoknak. És ez egy rendkívül fontos dolog, hogy a múlt, ezek a dicsőséges pillanatok, napok és események ne vesszenek feledésbe. Dlaczego ważna ta pamięć? Ludzie, którzy skończyli tutaj liceum, zdali maturę, rok czy dwa dostawali się jeszcze na Węgrzech na studia, rozpoczynali naukę. A ci, którzy skończyli tuż przed wkroczeniem Niemców na Węgry, po powrocie do Polski studiowali na różnych uczelniach. Ci zaś, którzy do kraju nie wrócili, bo ich dom był już na terenie Związku Radzieckiego, czyli z danych ziem polskich wschodnich. Ci po całym świecie kończyli uniwersytety, byli profesorami, znanymi, cenionymi wykładowcami, a wynika to stąd, że poziom nauczania w Boglackiej Szkole był bardzo wysoki. És talán annyit mindenképpen, hogy azért fontos ez az emlékezet, mert tudni kell, hogy azok a diákok, akik itt tanultak, és érettségi bizonyítványt kaptak a Balatonboglári gimnáziumban és liceumban, ők nagyon sokan közülük budapesti vagy magyarországi egyetemen tanultak tovább. Na most azok a diákok, akik akkor érettségiztek, mikor illetve a németek bejövetele előtt közvetlenül érettségiztek, ők itt már nem tudták folytatni tanulmányaikat, ezért szóródtak szét a világban, és ott végeztek felső szintű, vagy egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokat. Nagyon sokan voltak, akik azért mentek el külföldre, és nem tértek vissza Lengyelországba, mert akik visszatértek Lengyelországba, ők ott folytatták a tanulmányokat. Azért mentek külföldre, és nem maradtak itt, és nem mentek vissza Lengyelországba, mert hazájuk, vagy szülőföldjük, vagy lakóhelyük azokon a területeken volt, amelyiket a másik világháború, mai területeket a másik világháborút követően a Szovjetunióhoz csatoltak. Oda nem akartak visszatérni. Ezért mentek Európa különféle országaiba. Dlatego też Boglarczycy przy corocznych, czy później coraz rzadszych swoich spotkaniach z takim wielkim szacunkiem i miłością wspominali swoich nauczycieli. Wiedzieli, że te podstawy, które pozwoliły skończyć studia, zawdzięczają właśnie im. Viszonylag nagyon könnyű volt az egyetemre felsőfokú oktatási intézménybe való jutás, mert az iskola nagyon jó volt, kiváló tanáraik voltak. És akkor, amikor a bogláriak néha-néha, ugye most már természetesen, hogy szűkülő létszámmal, de azért eljöttek annak idején Balatonboglárra, mindig nagy-nagy tisztelettel emlegették professzoraikat, nevelőiket, tanáraikat. Wspominali nauczycieli, którzy po zakończeniu wojny powrócili do Polski. Wspominali również tych, których po wkroczeniu na Węgry Niemcy aresztowali, wywieźli do obozów i niektórym niestety nie udało się przeżyć. Emlékeztek azokra, akik visszatértek Lengyelországba, és emlékeztek azokra a professzorokra, tanárokra, akiket a németek miután Magyarországot elfoglalták, bevonultak Magyarországra, letartóztattak, és különféle koncentrációs táborokba hurcoltak, akik közül nagyon-nagyon sokan meg is haltak ott. O dramacie jednego z ulubionych nauczycieli, profesora Kazimierza Gurgula, mogę tak powiedzieć również po skończeniu jego pracy w Boglackiej Szkole i przejściu do innych działań w Budapeszcie, bohatera walki o niepodległość Polski, ale o tym opowie już pani Maria Gurgul, synowa pana profesora. Dziękuję. Kazimierz Gurgul professzor urat, aki miután nagyon szeretett tanár volt, de egy idő után befejezte a balatonboglári tanítást, és Budapesten
hát bizonyos sokig föld alatti mozgalomnak folyamatosan tagja volt, és az ő története az egy külön történet, de erről inkább beszéljen fiának felesége. Wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i możliwość przybliżenia jego sylwetki. Engedjék meg, hogy Kazimierz Burgul fia nevében és magam nevében is nagyon megköszönjem a meghívást erre a mai rendezvényre, és azt a lehetőséget, hogy Kazimierz Burgulnak a sziluettjét, történését, alakját egy kicsit közelebb hozhatom önökhöz. Postaram się w miarę możliwości szanować Państwa czas, oczywiście. Természetesen a lehetőségekhez mérten azért megpróbálok az idővel gazdálkodni, hogy ne legyek túl hosszú. Kazimierz Burgul urodził się w 1905 roku w rodzinie chłopskiej o silnych tradycjach ruchu ludowego. Po ukończeniu studiów w Uniwersytecie Matematycznym Jagiellońskim w Krakowie został starszym asystentem w Instytucie Matematycznym u profesora Wilkosza. 1905-ben született Kazimierz Burgul parasz családban, egyetemi tanulmányokat folytatott, matematikus lett, és az egyetemen maradt tanársegédnek. W 1937 roku został mianowany na porucznika Wojska Polskiego i ten akt mianowania podpisany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego posiadamy w naszym archiwum domowym. Mościcki elnök úrnak aláírásával van a családi archívumunkban egy dokumentum, amelyben a köztársasági elnök kinevezi Kazimierz Burgult katonatisztnek. 2. lipca 1938 roku ożenił się z Janiną Piechurówną farmaceutką, ale ich małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ 1 września 1939 roku zaczęła się wojna. Ojciec, czując obowiązek, 3 września o godzinie 19 wyszedł z domu na wojnę, która miała trwać krótko. Zostawił żonę w ciąży, rodzinę, dom, ojczyznę i jak się później okazało, już do nas nie wrócił. Megházasodott, és egy gyógyszerész nőt vett el feleségül. De amikor 1939. szeptember 1-én kitört a háború, akkor ő tudta, mint katonatiszt és mint matematika professzor, de mint katonatiszt is, őnek kötelessége hazájában bevonulni védem, és ő azt gondolta, vagy többen azt gondolták, hogy rövid lesz ez a háború, és szeptember 3-án vonult be erre az új vélt rövid háborúra, otthon hagyta a feleségét, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem is tért soha vissza, a feleségem már akkor áldott állapotban volt. 17. września znalazł się w Brzeżanach, dzisiaj jest to Ukraina, i z jednej strony napierali Niemcy, z drugiej Ukraińcy i Sowieci, w związku z tym z rzeszą uchodźców przez Przełęcz Tatarską przekroczył granicę polsko-węgierską i znalazł się na Węgrzech. Szeptember 17-én, 17. września? 17. września 1939. Przez Przełęcz, Brzeżanach. Brzeżanach volt már, ez ma Ukrajna területe, és egyik oldalról a németek támadták őket, a másik oldalról pedig az ukránok, illetve a szovjet csapatok. Tehát nem volt mit tenni, menekülni kellett, és így került Magyarországra. Pierwszego schronienia udzieliło im, jemu i kilku kolegom udzieliła schronienia pani baronowa Irena Hirsch-Hartwany w pałacu,
która zadbała nie tylko o danie im dachu nad głową, wyżywienie, dostęp do swojej bogatej biblioteki, ale również nawet obdarowała ich ciepłą bielizną na zimę, co było bardzo ważne, bo we wrześniu opuścili ojczyznę. Harcerze, to raczej skauci węgierscy, na 1 Mikołaja każdemu z uchodźców w Hatwan oferowali po kilkanaście papierosów, kilka orzechów, kilka cukierków, jedną pomarańczę, bo o wszystkim tym ojciec pisze w listach do żony. Ponieważ umówili się z małżonką, że będą pisać do siebie 3 razy w tygodniu, przewidując kłopoty z korespondencją, jakie są typowe dla zamieszek wojennych, bo faktycznie listy często ginęły. I ojciec wspomina w swoich listach, że już 2 miesiące na przykład nie miał żadnej informacji. Te listy... Jaki pałac był? Tak? Hatwan u Hirszów. Az első állomásuk 60-ban volt, a Hirsch kastélyban, és a kastélynak az úrnője nagyon nagy szeretettel fogadta a lengyeleket, nem csak szállást, étkezést adott, hanem még meleg ruházatot is adott, és egyre hidegebb volt azért Magyarországon is. Akkor, amikor Mikulás innen volt, akkor a magyar cserkészek minden lengyel katonatisztnek adtak 15 szál cigarettát, diót, narancsot, tehát mindig volt valami baráti gesztus irányukba. A másik dolog pedig az, hogy mikor elment hazúról és otthagyta a feleségét, akkor megbeszélték, hogy mind a ketten hetente 3 levelet írnak egymásnak. És ez így meg is történt, írták ezeket a leveleket, de nem mindig kapták meg. Úgyhogy egyik levelében például Kazimierz Burgul azt írja a feleségének, hogy már 2 hónapja nem kaptam tőled levelet. Hát ugye ezek a levelek elvesztek a háború forgatagában, vagy egész egyszerűen nem lettek továbbítva. Tych listów zachowało się 300, które teściowa moja przekazała mi przed śmiercią, kiedy ja ich nie przeczytałam, ponieważ nie chciałam wchodzić w intymność młodego małżeństwa. Przeczytałam je dopiero po jej śmierci i postanowiłam je opracować i ukazała się ta książka, która jest w Izbie Pamięci, bo ją tam właśnie przekazałam. A családi archívumban 300 levél maradt fent, és az anyósom, a feleség, mielőtt érezte, hogy tehát halálos ágyán volt, akkor nekem adta ezeket a leveleket, de addig, ameddig el nem hújt és el nem temettük őt, addig nem akartam elolvasni a leveleket, nem akartam egész egyszerűen ennek a fiatal házaspárnak a hát túl intim volt véleményem szerint, tehát olyan belsőséges levelek voltak ezek, úgyhogy csak akkor kezdtem el olvasni őket, miután ő meghalt, összegyűjtöttem, sajtó alá rendeztem, és megjelent ez a könyv. Z ogromną rzeszą 120, niektóre źródła mówią nawet o 130 tysiącach uchodźców. Oczywiście liczba jest ta płynna, dlatego że nikt w owym czasie ze względów wiadomych nie mógł prowadzić dokładnych rejestrów. Zresztą część osób przechodziła przez Węgry w drodze do kształtującego się Wojska Polskiego, więc trudno to było bardzo dokładnie uchwycić. Przeszła na Węgry duża liczba młodzieży w wieku szkolnym. W związku z tym inicjatywa wyszła również z Komitetu Obywatelskiego założonego przez Henryka Sławika oraz ze strony grupy harcerzy polskich i skautów węgierskich pod wodzą Doro Gabora, który zresztą był przed wojną na zjeździe takim ogólnoskautowskim w Polsce i ojciec go znał. Mikor lengyelek Magyarországra érkeztek, akkor nagyon sok diák is volt közöttük, és hát ezek a diákok tulajdonképpen ugye feltétel volt, hogy ők nekik tanulniuk kell, és akkor nem csak diákok, hanem cserkészek is voltak, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a magyar cserkészek és a lengyel cserkészek között. Nagyon jó kapcsolat alakult ki Doro Gábor és a lengyelek között, aki
az egyik lengyelországi, vagy a lengyelországi, valószínűleg a spavai dzsemboriban részt vett, és ott megismerkedett a lengyelekkel. Pierwszy taki obóz polski, bo ze względów konspiracyjnych, no bo było pełno szpionów niemieckich, Niemcy, jak wiemy, były w sojuszu z Węgrami, był założony w miejscowości Sąsolos, dobrze Sąsolos, obóz, szkoła polska, a potem zostało to przeniesione do miejscowości Sikso. Igen, és... Hát egyrészt, még az előbb említett, egyrészt nagyon nehéz meghatározni, hogy hány lengyel menekült, mert ugye van, aki százat mondom, 110-130-at, és tulajdonképpen nem voltak regisztrálva. Volt, aki itt maradt, volt, aki egyenesen átment az országon és csatlakozott, például a Kokály az Angliában létrejövő lengyel hadsereghez. Tehát nagyon nehéz egy pontos számot mondani, amit nem is lehet. Ugyanakkor említette, hogy létrejött ugye az első iskola, az első tanközpont, amelyeket nagyon-nagyon vigyázni kellett rá, hisz rengeteg spion, rengeteg német kém volt, akik állandóan azt lesték, hogy a lengyelek mit csinálnak és milyen tevékenységet folytatnak. És ez az első ilyen iskola, az nem igazán tudtam, hogy melyik városról van. Tessék? To było liceum, a szkoła była najpierw. Igen, de a, és onnét iskola, ugye gimnázium, liceum Zamárdiban volt, aztán jött Boglárra, de általános vagy elemi iskola az valahol északon volt, és mikor ott megszűnt, akkor került át Sikszóra, amelyik megint csak ugye Magyarországon most északon volt. Była kadra, byli uczniowie, ale w szkole nie było niczego. I ojciec tak pisze na ten temat w jednym z listów do swojej żony Janiny. Volt iskola, de hát nem igazán tudtak miből tanítani. Tehát ez egy rendkívül nagy probléma volt. Nie wiem, czy to będzie pan w stanie się tłumaczyć, ale przynajmniej strona polska usłyszy. Najkochańsza moja Jasiu i Jędrusiu, jestem już na nowych śmieciach. Od wczoraj mam kwaterę z jednym doktorem filozofii sympatycznym, który w Krakowie studiował oraz inżynierem. Mit mondanék én erről? Tulajdonképpen az egyik levélből idézett, ami levél tulajdonképpen arról szólt, hogy mindennapos problémákat írt meg a feleségének, azt, hogy elkezdte az általános iskolába első tanítást Sikszón, de nem voltak iskolai oktatáshoz megfelelő könyvek, aztán később Balatonboglárra került, itt sem voltak megfelelő könyvek, és a felesége úgy csinálta, hogy tulajdonképpen vásárolt lengyel tankönyveket, ezeket darabokra szedte, és hát nem laponként, de majdhogy nem laponként postán elküldte ide, aki azt itt meg összeállították újra, és így történt meg a dolog. De arról is így történt meg, hogy legalább egy könyv, egy tankönyv létrejött. Aztán ezt sokszorosították. A további dolgok leírja azt pontosan, hogy hol laktak, milyen házuk volt, hogy tulajdonképpen egyik húsvétkor összefogott a barátjával, egy szódát, mármint úgy szódát, hogy szódabikarbonát, meg szappant vett, összekeverte vízzel, lesurolták az összes dolgot, ami éppen hát piszkosabb volt, és akkor tiszta lett húsvétre a lakásuk, ablakot mostak, tehát minden apró cseprő dologról ír. Ezek a levelek úgy nagyjából érkeztek is, és 1944-ben valamikor júniusban kapott Bogláról egy levelet, nem a férjétől, hogy ne keresse a férjét, ne írjon a férjének, majd csak akkor, hogyha a férje ír, akkor válaszol. És akkor ugye a feleség azonnal tudta, hogy valami nagy gond van, és gond is volt, mert ugye a Balatonboglári gimnáziumból fölkerült Budapestre, Kazimierz Gurgul, és ott tulajdonképpen a földrajzi mozgalomnak, a polgári bizottságnak egy nagyon meghatározó személyisége volt. Amikor a németek bejöttek, akkor letartóztatták, először Bécsbe, majd onnét Mauthausenben szállították. E 2010-ig és kaptak egy értesítést a család, hogy meghalt a férj.
de 2010-ig egyáltalán nem tudtak semmi közelebb, mint ahogy a Polgári Bizottság kivégzett tagjairól sem lehetett tudni semmit, és 2010-ben az unoka elkezdett kutatni, és végül is megtalálta a Mauthauseni koncentrációs tábornak a halálozási könyvét, anyakönyvét mondjuk, amiben aztán tételesen le volt írva, mikor, hogyan végezték ki őket. Körülbelül erről volt szó az elmúlt pár. Tak správně, szybko przez tłumaczu i bo historię on by bardzo dobrze zna. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen, és megpróbáltam rövid lenni, nem biztos, hogy sikerült, de köszönöm szépen a figyelmet. Dziękuję bardzo. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaink, valóban nem maradt sok idő, enyhén szólva, úgyhogy megígérem, vagy tudjuk, hogy az ígéretekkel sok minden történhet, hogy nagyon rövid leszek. Elsősorban szeretném nagyon-nagyon megköszönni a meghívást. Meg vagyok hatódva, mert itt a jelenlétünkben születik egy nagyon fontos, nagyon dicső, nagyon nemes hagyomány, és folytatódjon ez az augusztus 31-e, a második világháború kitörésének előnapja, mint a lengyel emlékezetnek Magyarországon külön ünnepe. És különösen itt a valóban a lengyeleknek szent helyén Magyarországon, itt, ahol a lengyel gyerekek, a lengyel fiatalok tudtak tanulni a háború alatt, amikor, ahol menedéket kaptak a tanárai, ez rendkívül fontos, mert a második világháború a mai napig vérző mély seb a lengyel szívekben, a lengyel emlékezetben. Úgyhogy emlékezzünk kell a közös barátainkra. Itt már hallottuk a nevüket, tulajdonképpen már minden lengyel Lengyelországban is tud az idősebb Antal Józsefről, a Báló ezredesről, ismerjük az együttműködésüket, nagyon veszélyes számukra. A lengyel menekültekkel és itt a Szlávik neve mindenek előtt eszünkbe jut, és ez az emlékezet a közös barátainkról, a közös tapasztalatainkról éltető elem, még a jövőre nézve is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyon szép hálás vagyok a polgármester úrnak, nagyon hálás vagyok, és ezt nem csak a saját nevemben mondom, János Kollárnak, aki az áldozatos munkájukkal hozzájárultak már, és hozzájárulnak még a lengyel-magyar barátság további fejlődéséhez és a jobb közös jövőnkhöz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és még talán az jutott eszembe, már
amikor ezeket a szavakat igyekszem kimondani, hogy szép az a nemzet, szép az a nyelv, amelyben áldozat az alazattal rémel. Köszönöm szépen! Balatonbogláron a szezon utolsó nagy tömegrendezvénye a Tesco családi sportnapok, amelyre idén is több ezren érkeztek az ország minden részéből. Immár sok-sok éve, hogy a szezon utolsó nagy tömeget megmozdító eseménye nem a Szüreti Fesztivál, hanem a Tesco családi sportnapok, ami 17 éve indult, és a Boglári Áruház megnyitása után került ide. Ebben nagy érdeme volt az esemény főszervezőjének, Szabó Balázsnak, aki akkor igazgatója volt a cégcsoport városunkban felépített egységének. A rendezvényre idén is közel 10 000-en érkeztek az ország minden részéből az áruházlánc dolgozói és családtagjaik, hogy a nyár utolsó erőlködését kihasználva sportoljanak a parton, ússzanak a vízben és kikapcsoljanak a hétköznapok pörgéséből. Szabó Balázs szerint idén akkora volt az érdeklődés, hogy még Balaton lellén is lefoglaltak minden még kiadó szállás helyet. A kétnapos program augusztus 30-án pénteken a Platán strand feltöltött területén kialakított sportpályákon kezdődött, ahol férfi és női kispályás fociban és strand kézilabdában mérkőzhettek meg a különböző városok áruházainak csapatai. Késő délutántól pedig egészen az éjszakai órákig különböző koncerteken csápolhattak a résztvevők, akikhez az esti halott pénz fellépésre már sok boglári is csatlakozott. Másnap a parton a döntőket tartották meg, majd a lezúduló eső okozott némi riadalmat, de ennek ellenére az esti koncertek nem maradtak el. A két nap pedig még utoljára megpörgette a helyi vendéglátósok és a borudvar forgalmát. Ennyi fért mai magazinműsorunkba, köszönöm figyelmüket! Balatonboglár város friss híreit pedig megtalálják a balatonboglár.com weboldalon. Viszontlátásra!